December közepe és január vége között számos teremlabdarúgó tornát rendeznek a megye sportcsarnokaiban. A hét végén Máté Szalkán 11. alkalommal mérkőznek meg a csapatok a Szízo Sport Szerkupáért. Volt, amikor 40-nél is több együttes nevezését fogadták el a szervezők, akik ezúttal igyekeztek limitálni az indulók számát. Az elmúlt években hatalmas érdeklődés övezte a tornát, úgy nézőszám tekintetében, mint a csapatok jelentkezésében. Jelenleg 36 csapatnál tartunk, vagyis hát 36 csapatnál úgymond meghúztuk a vonalat, de még mindig vannak érdeklődők. Tehát még mindig vannak érdeklődők a tornára, de valószínűleg megmaradunk a 36-nál. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is lesznek majd a mezőnyben határon túlról érkező csapatok. Romániából rendszeresen vannak csapataink, most is lesz, kettő érkező lesz Szatmárnémetéből, Ukrajnából, Kárpátaljáról is lesz érkezőnk, ez egy új terület a mi részünkre, mert korábban onnan még nem volt csapat. Érdekesség, jegyzem meg a kárpátaljai csapattal, kapcsolatosan olyan információk vannak, hogy több elsőligás játékos lesz futszál, első osztályú játékosunk is, valószínűleg ők nagyon meg fogják emelni a tornának a színvonalát. Hasonlóan a korábbiakhoz több megyéből érkeznek csapatok, Hajdúból nagyon sok csapat, viszont egy picit szomorúan jegyezném, megemlíteném meg, hogy Nyíregyházáról nagyon csekély volt az érdeklődés, nem tudom, hogy ez minek köszönhető, talán annak is, hogy elég erős mezőny szokott összejönni. És most utolsó pillanatban egy úgynevezett nagy ágyú is beesett, akik a kispályás fociból érdekeltek, azok tudják, hogy az Aramis Budapestről az elég nagy névnek számít ebben a szakmában. A torna összdíjazása 850 ezer forint, a győztes csapat 500 ezer forinttal gazdagodik. Az első mérkőzés csütörtök délután 3 órakor kezdődik a Máté Szalkai sportcsarnokban, a hármas döntő meccsét pedig a tervek szerint vasárnap délután 6 órától láthatják az érdeklődők.